Jó reggelt kívánok mindenkinek! Június 27-én hétfőn. Most kérem szépen, régi új helyről, azt hiszem 3 hete mentem el innét, hétfői napon, és most megint itt vagyok. Hát itten szaporodtak a gépek, mint a nyulak. Kérem szépen, volt itt egy nagy gép, ahol én dolgoztam, egy kis gép. A kis gép az ott van a kerítés mellett. A nagy gép, ahol én dolgoztam, azon középen. És ez a 946-os, ez még nagyobb, mint az a nagy gép, mert az 37 tonnás. Ez meg, hát a száma szerint 46 tonnás, de van az 50 is. Van az 50 tonnás, ez a szélső gép. Ugye a másik is csak 34-es, aztán a 34 tonna van a tábla szerint, a száma szerint, a középsorral én dolgoztam, de a táblája szerint 37 tonna. Feltételezem, hogy a számozás az a gumitekekes változatok, vagy nem tudom, mire vonatkozik, vagy a hagyar kevésbé rövidebb gémű, hosszabb, nem tudom milyen változat vonatkozik, de a számozás, ez olyan, mint az autóknál, ma már nem igaz az egy autónál, például egy BMW-nél, Mercedes-nél, hogy a szám alapján meg tudod állapítani, milyen motor van benne. Ugyanúgy itt a súlyra utalnak mindig a típus számok, és mindig van egy olyan 3-4 tonna eltérés. Na mindegy, teljesen mindegy egyébként, teljesen mindegy. Már mögöttük is van valami, de nem látom. Ott is, mint hogyha lenne még egy gép, egy negyedik gép. Aztán van egy dózer, azt sem látszik, itt a konténer mögött van egy Caterpillar dózer. Az is van még. Mert ennek a Mortown-nak van egy csomó gépe még valahogy mögöttem. De ez a másik cég. Na mindegy. Meglátjuk. Meglátjuk. Hogy mi lesz. Meglátjuk, hogy mi lesz. Na. Kérem szépen. Itt van a söprőgép. Csatornarendes, az megindult, azt látom. Látok ilyen biszkviteket. Úgy hívják ezeket a csatorna aknafedlapokat, mert egy beton tárcsa, ezt kecsnek hívják, biszkvitnek. Nem úgy van, mint nálunk, hogy szűkítő van, és a szűkítőre vagy a fedlap, hanem itt egy teljesen más csatorna építési szisztéma van. Teljesen más. Na majd. Hát ez van, hogy melyik géppel fogok dolgozni, nem tudom. Én a kis géppel is szívesen dolgoznám, mert avval már dolgoztam sokat. Egy másik munkaterületen, ezzel a kis 13 tonnással, pontosan ugyanezzel a géppel sokat dolgoztam már. Nagyon jó gép. Ez egy nagyon jó gép. Ez a nagy, a 46 tonnás, hát ezt nem tudom, ezt nem is láttam még ezt a gépet, vagy volt ez már? Valahol találkoztam vele, nem tudom. Na mindegy. Világtörténelmi események, amik előfordultak, most egy péntek óta különösebben semmi. Brit titkosszolgálat szokásosan nyomja azt, hogy a oroszok gerince megroppant. Putyinnak 10 halálos betegsége van, már nem is él. Körülbelül ezek az angol média, az Boris Johnson, ez ami elképesztő módon gyűlöli Putyint. Valami visszatos módon gyűlöli. És próbálva neki a médiát keresztül is rossz hírnevet generálni.
Hát nehéz úgy kommunikálni, hogy az oroszok folyamatosan nyomulnak előre, és azt kommunikálni, hogy a ukránok nyernek. Nehéz, nehéz ezt azért, de hát ők szorgalmasan nyomják ezt a mantrát. Na mindegy. Mindegy. Most már lassan meg fog fordulni, itt most már lassan tényleg lenyomják az ukránokra, mint a bélyeget. Aztán meg fog indulni valami gyorsabb előre nyomulás. Aztán remélhetőleg meg sem válnak a magyar határig. Ezzel is remélem. Na mindegy, ez az én dolgom. Mit remélek? Sok katonája már Ukrajnának nincs. Hadifelszerelést, amit kap, az lófasz. Valamelyik nap olvastam, hogy kap 10 000 itt a milyen rakétát kap. Ilyen tűzési rakétát. Fú, hát 10 000-et fog kapni Ukrajna. Aztán valamelyik szakértő mondta, hogy az orosz hadsereg naponta 50 000-et lő ki Ukrajnára ugyanilyen rakétát. Naponta 50 000-et. Hát akkor beljebb leszel a 10 000-re biztos. Na jó van. Na jó. Attól meg nem kell félni, mert mindenki attól fél, hogy hát hogy nem fog megállni. Amire kíváncsi leszek, az, hogy a litvánoknak hogyan basznak oda. Mert hogy oda fognak baszni, az biztos, csak még nem tudom, hogy hogyan. Mert a litvánok lezárták Kaliningrád felé. Ugye Kaliningrád az egy olyan kis-kis ország része Oroszországnak, aminevel nincs közös határa. Tehát nem egységes Oroszországgal, hanem közigazgatással Oroszország része. De egy másik ország területén lehet megközelíteni. Ez körülbelül úgy néz ki, mint volt annak idején az NSK, a Német Szövetség Köztársaság, volt az NDK, és az NDK a fővárosán belül volt Nyugat-Berlin. A Nyugat-Berlin az egy kis sziget volt az NDK-n belül, amit légi úton, vagy közúton lehetett, csak, vagy vasúton lehetett megközelíteni. Ezen keresztül lehetett megközelíteni, semmilyen más módon. Kaliningrádot még meg lehet közelíteni tenger felől. Igazából Kaliningrád egy óriás rattaja. A lakosság 90%-a katona, és katonának hozzátartozói. Iszonyatos nagy orosz katonai bázis, aminek olyan stratégiai előnye van, hogy onnét belőhető egész Európa. Vannak a világban ilyen helyek egyébként, amik katonai és stratégiai szempontból rendkívül előnyösek. Ilyet mondok egy példát, a Csendes óceánon Okinawa szigete ilyen. Okinawa. Onnét szinte azonos idő alatt elérhető Tokió, Peking, Szingapur, Hongkong és a legfontosabb ázsiai fővárosok. Okinawa szigetén óriási katonai támaszpont van, amerikai katonai támaszpont. Most egy kicsit leszapadták őket, mert mögöttük a Salamon szigetekre meg kötött egy védelmi szerződést a Salamon szigetek Kínával, és mögöttünk majd lesz egy kínai támaszpont. Az amcsik azok sikítva szűköltek, hogy ilyet nem lehet, mert stb. A kínai meg kilőrték őket. Tehát van egy ilyen na jön a csávó. Morning. How are you? I'm a machine driver. Yeah. You're the boss today.
Manager? No, machine driver. You driver? Machine driver. Okay, alright. Yeah. Just have a confirm because you see, I saw you first time here. Yeah, no problem. Boss, TTE. No problem. No problem, yeah. What's your name, sir? Janusz. Janusz. Can I see your ID? Any ID? ID? Yes. So, you, which company you work for? Ken? No, agency. Agency? Yeah. No, it's okay. So, you know, it's my, because I saw you first time. That yes, no problem. So you know that you're the right place. Yeah. Before here? Yeah. I worked before, 2 weeks ago. Okay. I worked this middle machine. Middle machine. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Ez egy igazi jó fasz a gyerek. Élőr, ellenőrizte, ki vagyok. Nehogy csak, hogy befészkeljem ide magamat. Ez igen. Ez így kell csinálni, barátom. Igen. Na, szóval az a helyzet, azt ott fejeztem be, hogy van egy ilyen katonai öv Ázsia körül, ugye Ausztrália, Okinawa, egyes szigeteken vannak ott rengeteg katonai támaszpont, hogy körbeveszi Ázsiát, Kínát, és most mögéjük bebaszta magát Kína. és mögéjük bebaszta magát Kína. Óriási, szenzációs. Szenzációs. A Salomon szigetekkel kötött egy védelmi szerződést. Júj. Zajlik az élet a világban. Amcsira szopatják nyakra főre. De még mindig nyerekben vannak egyébként, mert azért az egész hajszínűt ők generálták. Az egy dolog, hogy visszajut rájuk. Az egy dolog, hogy rábasznak. Mert minden ilyen dolog visszajut rájuk, tehát eddig akárhányszor próbálkoztak Oroszország ellen, az mind nekik szopás volt. Minden ország, akivel próbálkoztak, hogy befolyás alá vonják, az most jelenleg orosz befolyásra vezet. Grúziától kezdve Kazasztánig minden. És most Ukrajna is az lesz. És akkor, amikor mindig szoktam röhögni, akkor mondják azt, hogy igen, Ukrajna majd azt akarja, hogy orosz befolyási vezet legyen, hogy egy orosz bámkormány legyen ott, stb. És milyen megengedhetetlen, meg így, meg úgy, meg amúgy. Kérem szépen, előtte milyen bámkormány volt? Előtte amerikai bámkormány volt. Hát ezt az Zelenszkijt az amcsik tették oda, nem is kevés pénzzel, 5,5 milliárd dollárt vettettek be, hogy az a szerencsétlen legyen az ukrán elnök. Hát akkor már Ramcsi bárkormány volt. Most majd orosz lesz. Ennyi. Kész. El is fogják engedni egyébként nyugat el fogja engedni Ukrajna kezét. Egyszerűen azért, mert ugye nem teljesült az a feltétel, hogy a NATO tag legyen, és oda tegyék Ukrajnában rakétákat. Nincs érdekük már tovább Ukrajnában nyomulni, jelen lenni, stb. Hiszen a legfőbb törekvés nem teljesült. Na. Hát ennyit egyelőre, erről többet mondani most nem is tudok. Valami kérdés van, tegyétek fel. Milyen, mit jöttek itt? Nekem meg is nézem a telefonomon.
Különösebb ennél miért lesz semmi a kérdés. A litván helyzet az érdekes lesz, mert azt mondták az oroszok, hogy nem politikai megoldást fognak választani. Ez például azért érdekes, mert Litvánia NATO tag. Ha a katonai megoldást választanak, az harmadik világháborút jelent. A britek meg egyértelműen háborús uszítók. A németeknek érdekes most a problémájuk. Folyamatosan ugodnak róla, hogy el kell zárni az orosz gázt. Folyamatosan. Erre most előbb elzárták az oroszok a gázt, és most sikítanak, hogy nincs gázuk. És most kurva szarba vannak, mert nincsen üresek a gáztárolóik. Az oroszok elzárták a gáz egy részét. Hát de ezt akarták, basszod. Hát ezt akartátok. Akkor mi a probléma? Na. Ennyit erről, majd meglátjuk, mit dolgozunk. Szóljál, akkor emeld vissza időbe a faszomot, engedd vissza a padlót időbe. Na. Engedd vissza a padlót időbe. Thank you.
visszatérni akkor. Szóval ezt tovább operálni, maga mögül. Megnevett a barátom, ami megnevette a kaját. Na, ilyen csirkehúsos, vizes hús vagy valami hasonló, az a neve, hogy cajun csirke, meg nem tudnám mondani, hogy az. Iszonyú jó illata van. Az előbb volt itt egy hülye picsa, sofőr. Vegyek le belőle kettőt. Elveszek kettőt, rakjuk vissza egyet. Vegyek le belőle még egy kicsit. De még egy, ha levettem, megint rakjuk vissza. Akkor belemarkodtak, azért lebasztam róla egy csonállal. El tudod visítani. 6-8-szor pakoltatott levent le föl a floton. Ez az a csaj. Igazi hülye. Igazi hülye. Ez egyébként körülis az a csirke, és jó. Nagyon már.
Hello. Time's your break over. Where's that time? Yeah, till how long? Till... Half hours. Okay, and when you're ready, just beep. When you're ready, just beep. Yeah, okay. Yeah, when okay. I, by the way, when I put my tipper down, stop loading. Yeah? Alright, cheers, thank you. Tudod is, de csak mértékre van benne. Kurva jó volt. Na ilyen venni kell még, mert ez barom is nem volt.
kibaszott panasz nem fér bele az tartójába. Jó picsányi tartót tartnak. Ezt a hülye picsát az előbb 6-szor adott le belőle, mert vagy 5-ször vissza. Már végén ilyen negyed taniskákat rakottam, meg mindig lapáttal annyit adott vissza, hogy meglegyen neki a súly. Mondom, nem a piacon vagy bazd meg kuklit venni. Mit mutat? Hát mondja rakjak rá! Hú, bazd meg! Már megint eljátszol, mint az előbb.
És most mi van? És most mi van? Ez megőrít. Ez a csaj, ez megőrít. Sosem láttam még itt egyébként, de ez megőrít. Mindig eljátszom. Még mindig nem jó neki. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Hát, hogy 6-7 autó.
Ajda nem túl régen érkezett Amerikába, és az... Nem hiszem el, megint ez a hülye picsa jött vissza. Már harmadszor. 5 percig tartott neki beállni. Mutattam, hogy emeld már fel azt a kibaszott platót, bazd meg! Oh,
van már megint. Mi van? Ez sírba tesz. Ez a hülye picsa a sírba tesz. Bazd meg! Nézd meg, még mindig nem indul! Ez őrület!